Szülők és nyolcadikasok is beülhettek a Baross iskolában egy tanórára. Az igazgatónő tartott történelmet németül. Idén is nagyon népszerű volt az intézmény nyílt napja, ahol az iskola kiváló helyezései is elhangzottak. Nagyon büszke vagyok arra, hogy az előző években ezek az eredmények ismét megvalósulhattak. Két évvel ezelőtt a pénzügyi számviteli ügyintéző szakmában országos első helyezett lett az összesített listába iskolánk. A tavalyi tanévben országos másodikak lettünk, és emellett az NSFH-nak ez a technikumi rangsora jelentette most a harmadik nagy eredményt, amikor 10. helyet foglaltunk el az ország összes technikuma között. Azt gondolom, hogy ezek az eredményeket, a sikereket mutatják. Ehhez nagyon nagy háttérmunka kell. Kellenek motivált tanulók, lelkiismeretes, felelősségteljes kollégák, akik nagyon odafigyelnek arra, hogy megtalálják a gyerekeket, akiket érdemes versenyeken indítani, akikkel érdemes pluszba tehetséggondozás keretében foglalkozni. Illetve ehhez hozzájárul az is, hogy az érettségi és a szakmai eredmények azok általában az országos átlag felett születnek, tehát nem csak a versenyeredményekről van szó. A Barossban a gazdasági terület minden szegmense megtalálható. Az egyik osztálytípus a két tanítási nyelvű oktatás, itt az osztály fele angol célnyelven, a másik fele pedig német célnyelven tanul. Azt gondolom, hogy ez a képzés nálunk már 2001 óta megy, tehát több mint 20 éve eredményesen működik. A diákok szinte 100%-ban teljesítik az előírt feltételeket, és így az ő érettségi bizonyítványuk C1 felsőfokú komplex nyelvvizsgával egyenértékű, tehát külön nem kell elmenni nyelvvizsgázniuk. A célnyelvet nem csak a nyelvórán tanulják és használják, hanem matematika, történelem, célnyelvi civilizáció és 11-től kezdve pedig egy-egy szakmai tantárgy keretében is célnyelven tanulják az ismereteket. A másik osztálytípusunk az pedig ismét egy egyedülálló osztálytípus, hiszen az eredményeink elismeréseképpen a tavalyi tanévben engedélyt kaptunk arra Győrvárosban egyedüli közgazdaságiként, hogy az okleveles technikus képzést indíthattuk. Ez a másik osztálytípus, amit kínálunk a nyolcadikasoknak. Ez pedig azt jelenti, hogy nagyon szorosan együttműködünk a Széchenyi István Egyetemmel. Az egyetemmel közös képzés lényege, hogy 30 kreditpontot beszámítanak, ha azonos területen folytatja felsőoktatási tanulmányait a diák. A Barossban pedig nem csak a tanulásból áll az élet, a diák önkormányzat tagjai számos programot szerveznek, melynek köszönhetően az iskola élet is mindig pezsgő és izgalmas.